Nagy izgalommal készülök a randira, csoportoska, biciklis randi. Pálinka benne van, poharam benne van. Lámpát viszek, ki tudja, meddig leszünk. Gyerekek, érdekes a dolog, mert egy olyan biciklis klub, ahol vannak 700-an, több mint éve tagja vagy, és 5 embert, három embert, 4 embert ismersz belőle személyesen. Érdekes lesz. Hajrá! Ő leszek. Pestre megyünk, Margit-sziget. Ő lesz az alany. Hajrá, hajrá! Azért szóltak volna, hogy nem e-bike-kal jövök majd. Majd azért szólnak. Hi. Menj az esélybe aznak, hogy ott egy piros bringával ott fagyizik a csávó, majd ledúr. Na, figyelj, most nem jöttem el a bike-kal, most ezért fognak szólni, hogy nem jöttem el a bike-kal. Ha hazajövök, akkor azért szólnak, tudod, hogy figyeld meg. Na, húzunk bele. Bocsánat a késés. Igen, semmi gond. Nyomjuk. Speciális 69-es parti felfedezésére. Megfürödtünk, mert havi egy fürdés aktuális volt, igaz? Igen. Yeah, yeah. Nem esik már, akkor kettő fürdés, azt az vagyunk csak. Akkor már jövő héten nem fürödhetünk, ja. Na, rettegjetek, klubtagok. Jó napot kívánok! Szevasztok! Neked ki kell montázsolni a fejedet? Igen, igen. Szevasz! Sándor Jani! Csak így meg ezt csüsetje. Sándor Jani. Igen. Kapom is? Hát bazzak, ha ide jössz. Találj valami jó emojit, amivel kimasztok. Jó, de sokat nem mozogjál, akkor nagyon kell rángatnom, tudod? Hazamentem, megnéztem a dátumot, bazd meg, szeptember 30, még augusztus 30-án oda mentem. Hol vagytok? Hogy? Hol vagytok? Na, gyerekek. Valaki szedünk még össze vagy? Na, induljunk meg. Valaki nyomja a tempót. Na, azért figyeljük észrel. Mi van? 69-ben nincs ész. Ott van a... Berilt, így nevezzük, hogy inkognitója megmaradjon, hogy ész közben egy könnyed, bazdnek, hogy teked. Azt szeretem ebben, hogy csinálok videót, mindig csak innen látják, hogy mit beszélsz, tudod? Na, minden megmondom a Berilnek, hogy annál inkább gyorsan jöjjön. De azért nem mondtam, hogy az elbájt, hogy úgy jön, ahogy akar. 25-ig van, valószínűleg neki nincs kiütve. Jó, de hát nem jöttünk még 30-ra. De! Mindjárt az indítottunk. Úgy indítottunk, persze. De, hogy de. De. Kérjük, hogy még jó, hogy nem elbájkkal jöttem, öcsön. Mondtam baznak, hogy te egy állat vagy, én meg nem vagyok állat. Úgy beszélj, hogy megy a videó. Könyvet írsz közben, vagy mi van, öcsém, hallod? Húzzál bele nekem. Most azt lehet videózni, mert most be vagy inkognitózni. Mit fogtak a jövő rakni már? Ja, mi? Azt mondtad, hogy megnézed a videóimat. Néha megszoktam. Tényleg? Ha, igen, úgyhogy de engem ne rakják föl, tehát most ezt komolyan mondom. Majd teszek a fejed elé valamit. És a nevedet sose említjük meg. Te csak a rózsaszín páduc leszel ezen. A rózsaszín páduc, akire nem tudhatjuk, hogy ki mi. Ezen vizét használjak. Mit? Sivatikus. Ja, hát én ehhez pincet főzöm. Ezt szoktam mondani, hogy 11 évesen egy nő eléri a szintet, ahol már nem fejlődik, de ez rátok nem vonatkozik. Tudom. Egy ilyen belsőben beesik valami a külnök között. Ezt már fenyegetésnek veszem. Hogy mondtad, felvettem, csak szól. Rögzítve van a bizonyíték. Mi esik ma a külnőink közé? A kis csaj, hogy átszolta ötetek, mondom, itt a bizonyíték, hogy egy nő 11 éves koráig fejlődik, aztán annyi. Ennyi, az ugye ennyi. A nő azért nő, mert mindig csak nő, de sose éri el azt a magasságot, érted? Naha. Majd bölcsészkedünk a szigeten, jó? Szép így. Ő csak nő, de sose. Köszönöm szépen. Egy írói véna veszett el bennem, de kurva mélyen. De ez
rágyaltad a magasságért, nem érted el. Hát... Rágyítasz lehetetlen. Ne, vigyázzok arra, hogy ne übereljem őt. Tudod, ez mindig a verbális és a kibontakozás, én meg a írásos, tehát mindig vigyázok. Persze, csak érdekel. Mit? Nekem nem mondod, én tanítottam egy új szót neki, nekem magyarázod? Hát nem láttad a szót? Nem ismerte a szót? Hát a vísa. Mit? Vísa, nem? Vísa. Azt mondja, húha, most kell tanulnom. Mi az anyapukám? A mesternek szólíthatsz, oda érek, jó kis csávó? Látom, hogy iszol, és akkor letörnöd a lábadat, azért, hogy lecsúsztad magad. Figyelj, mi fajtánkban két dolog lehet, vagy utálni, vagy szeret. Köztes út nincs. Rettegétek, 69-ek. Jön a Váci Elit kommandó. Az vagyok, hogy pénz legyen. Hello, hello. Egy ilyet mindig beleteszek a videóba, egy nénit megkérdezek, tudod, hölgyeket, hogy minden oké-e. Nem azért, mert ilyen jó fejvő, csak hátra meg lehet dugni, vagy ilyesmit. Várom, utálom ezt. Nagyon megkistalál. Gyertek mellém, gyertek mellém. Gyertek mellém. Most átmegyünk a csillagkapun, gyertek. Gyertek mellém. Érezzétek az erőt. Többiek? Jönnek. Csak én iszok itt béres cseppet? Nem. Te is? Hát jönnek az Elit kommandó. A szülőcsatornából. Vigyázzál, mint a szegények itt rohangálnak keresztbe, akik nincs biciklije, tudod? És honnan ismerjük meg, hogy 69-es pozícióban lesznek? Vagy nekünk kell azt csinálni. Össze lesznek topolyba, vagy dugba menjünk be. Sziasztok! Sziasztok! Téged megismertek azonnal? Egy hét múlva lesz! Jó, akkor megyek vissza a pöcsön, mert megint rosszkor jöttem. Az anyám minden. Most leleplezzük magunkat. BMX-et. BMX-et? Kesít levegyem, egy igazi pacsizás se vassz. Leskelődik a bozótba valahol le. Mondjuk mindig jövünk. Na ki kicsoda, mi? Hello. Csáko! Sziasztok! Hello. Szevasz! Szia! Vörös hal, jó, be vagy azonosítva, oké? Okay. Szia! Szia, lángon! Kéz az nem meg is kell, hagyjál! Hagyjál már mi, 69-ben egyből a lényeg! Mi hát találkoztunk! Szia, drágám! Szia, találkoztunk! Szia! Csak a nem? Ah, ugye ez mindenünk van. Szia! Hello! Jó napot! Szia nagyon! Szia! Sándor Jani? Kovács Anna. Jó, mert nem voltam teljesen tisztában. Szia! Sándor Jani! Puci! Szevasz! Sándor Jani!
És akkor oda megyek valaki, ez aki nem is ide tartozik, néz, tudod? Mi van egy csücsük? Végre egyszer úgy találkozunk, hogy nem az úton fekszem. Jó, hát figyelj, Szadán is láthatlak, mert sokat járok arra, amikor úton érted a kocsit. Művész. Nem? Találkoztunk akkor? Hello. Sándor Jani. Szia, tudom. Találkoztunk akkor, amikor nem, csak nem. Csak én nekem mondták ott, hogy egy bringásot fönnakadt. Még nekem ott van ügyfelem, és sokat járok oda. Hello. Szülté. Azt az anyám. Azt az anyám. Megborotválkoztál rendesen? 10, 9, 8, 7, 6. Jó van már. 7, 8. Jaj. Szerintem már megvan. De jó, jó van már. De noszogat, baszogat állandóan. Maradjatok még egy picit. Mire? Komolyodjunk meg egy picit, nőjünk fel a feladatot. Kell az állvány? Nem. Csinálok fényképet, jó a csoport? Jobbi, csinálj Jobbi! Jó a térded, látom, egész jó biztos. Majd ne rakd, majd ide visszahúzom voltam. Még kilóg valami? Ja, vedd már, húzd a fejedre! Mindjárt, de akarom egy normális. Húzd már föl, ja. De ha nem lennénk rajta, normálisat akarni. Ú, ez így durva lesz. Jaj, de du, jó van már, hagyjad már! Nagyon szép, majd nem látunk. Jó, jó van, hát szvassza. Ennyi. Köszönöm a vibrát, ő az állványt. Húsz szétet. Köszönöm. Köszönöm. Hogy az egészséges erotikában volt. Kis és sótlan. Pont most vágtam egy videót belőle, hallod? Mekkora az a film, basszus. Elnökünk is mondjon valamit. Perkeltet. Kóstoltam. Kis és sótlan. Igen. Hallod, és aki ott volt még ezek a május első felvonuláson, ez egyáltalán nem vicc. És akárki akármit mondhat, hallod, az a felvonulás, a vatacukor, az százszor többet ért, le lehet dobálni, mint most az, hogy otthon telefon nyomkodva basztatnak a gyerekek. Jó. Szerintem. Köszönöm, de haragudj! Jaj! Ja, hatalmas jó lett, figyelj. Én nem látom magam, mert hol vagyok én. Nyugi. Ez a betörő basz. Jó, nagyon jó. Mindenki patika rajta, nézd, ez a vigyort. Na főnökök, nagyon jó vagy rajta, oda nézz! Figyeld azt a vigyort! Kurva jó lett mindenki, hallod? Nagyon jó lett! Ez három éves ringló! Nagyon jó, hallod? Nagyon jó! Technikailag mindenki rajta van, nagyon jó, hallod? Pont jól feszítettem, faszom! Ezért mentél reggel gyúrni, ja. Medlikőr vagy ringló? Jó vagy, teljesen be vagy inkognitózva! A kis ellenforradalmára! Teljesen jó mindenki, komolyan! Itt a ellenforradalmát! Na, jó van! Dobjuk is meg! Nem úgy volt, hogy nagyobb létszám lesz, vagy ennyi? Jó. Még majd ideérnek egyszer. Jó, de elfordulj, ki kell, hogy vágjam. Most mi akarod, ezt ki kell, hogy vágjam a videóból? Nem igaz. Egészségetekre. Van pohárnátok? Hát hogyne, dobd ide a kockám, ja, azt a tatyó, dobd ide létszi, nem baj? Nem viccelek, ez egy japán pohár, onnan hoztam Japánból. Komolyan? Persze, Japánból ebből viccik a szakékat. Öntsen neki tele, baj. Hallottad? Ági, gyere, fotózzuk hát a kocintást! A pohárral! Kinek van még pohár a kezében? Mindenkinek! Ki nem iszik? Nem iszol? Lősz ezzel egy képet? Ha megkérlek! Ahol a kezek legyenek benne! Jani! Nyugalom! Pohár, japán. Jó, persze, burkoljál és öntse is rám. Ide följebb tartsad, Jani. Hova? Most megérkeztél. Nagyon benzi. Szia, Benzi! Jó? Oh, köszönöm. Jöttél a szagra, mi? Pálinka szagra!
Köszönöm szépen. Jó. Ez te fél a pálinkád? Ez az én fél a pálinkám. Nekem, okay. Ha tudsz önteni keveset. Kicsit nem. Nálam a mána pálinka, következő meg azt is. Na. Robi! Robi! Pálinka, koci, te egy pertu. Így nem tegezhetsz. De. Ja, jó, akkor küldj el az anyámba, persze. Na, Isten, Isten. Hopp, hopp, hopp. Melengeted vagy csak? Nem láttam, bazeg, alsó szinten tartott, nem láttam. Isten, Isten. Egészség mindenkinek, fenékig. Ami marad, harag. Pálinkából harag? Ja. Nem marad benne. Amikor azt mondom, hogy két évvel ezelőtt így mondom, hogy addig még ezes. Nagyon kicsi van benne, igen. De jó íze van. Jó, jó. És tudod, mi az az érdekes, hogy főzünk pálinkát, nem mindegyik, tehát bírsből is csinálunk pálinkát, nem mindegyik finom. Tudod, hogy egyszer, hogy főztünk jó bírs pálinkát, kezdődő, hogy megfőzte a párom, illetve nem szeretve volt a bírs. Én meg a bírs almából csináltam bírs alma sajtot. Jó, de jó az! De jó. Ki volt rakva dióval, és kezded, hogy két nap múlva megrohadt a dió. Meg az egész dísal. Ja. Nekem beszélj, várjál! Várjál, igen! És belebasztuk a cefébe ezt a megromlott disznó dísalmat. Olyan finom lett a pálinka, sose volt. Nem tud megromlani igazából. Már... Ja, akkor várjunk egy picit. Én kös kettőt ittam, most nem ittál te. Én már kettőt ittam. Hát de most miért nem ittál velünk? Még nekem is volt ez a pont. Most egy rétes meg, hogy kóstoljak. Koszos a lánc nem megyek. Most már úgy vagyok, hogy... Hát elvileg mákos. Legyen rajta gumit. Kipatincsam neked? Várja, figyeld! Nem bejött. Ez egy nézőpont. Ugye? Na! Várjuk a következő kör egy kicsit. Pertut még megisztjuk. Megisztjuk a pertut, egy még lesz. Fölszeretelitek a kolbász. Tehát ott van kedves Patti néleket, ne csinálják. Nézd meg, szeretelő. Előbb kiabáltam, basszus, hogy miért nem. Várj, nem. Ja, mindjárt jövünk, ne izgulj, mindjárt. Nem sietünk, este 8-ig el vagyunk. Nem mondtad, hogy ekkora. Ezt most egyedül, hogy megint veszek, én már nem bírok eldőlni. Jó, oké. Ezt most... Na végre, így. Jaj, de jók vagytok! Szóval... Bazzik, te nagyon nyomott hallod, mi viszünk haza, vagy mi lesz? Itt felelősséggel tartozunk. Így bírod? Bírod is? Bár inkább volt. Ezért mondom, hogy... Mert? Miért nem? Tudod, mit mondjak? Kismarostól nem esett az eső, ilyen patika idő. Elsőbe tekertem Vácról, Szobig esőbe, utána Szobrot. És mi bajod lett? Na látod? Azon a Bubán tekertél esőbe, ahol a papírkutya nem jött. Nem, Szilva. Szilva, kicsi méz van benne. Semmi ízét nem fogsz érezni, nagyon baba. De épp azt mondom, hogy nem mindig sikerül ilyen jó, nem mindig sikerül ilyen jó, aha. 11 óránál néztem, hogy... Nem, semmi, tehát valamikor kapsz egy pálinkát, és érzed, hogy összehúz, vagy valami, semmi. De hát mondjuk meg azt, hogy... Nem bírunk, hallod? Nem, nincs annyi idő, basszus, amennyit tekerni lehetne. Nincs annyi idő. Én csináltam, hogy 18 éve lezártam. Megkívszik sőre, komolyan mondom, mert mondom, hogy jó. Nekem meg tegnap most volt a fiam, nekem tegnap előtt. 27-én volt 18 éves a fiam. Én már olyan régen voltam 18 éves, de nem igen. Én engem nem zavar, hogy öregszek, engem nem érdekel. Én kibaszott, hogy érzem magam a koromban. Hát de mi nem öregszünk szerint. A gyerekek nem öregszünk, vagy nem öregszünk. Én élvezem. Ja. Nézd meg, gyere, üljünk le. Jó, menj előre. Figyelj, még két pálinka, és sehol nem tekerek Vácra haza, ezt most mondom, hallod? Így toltuk a bringát. Csak megérkezett a mester. Ugye, hogy utálom a biciklistákat, basszátok meg? Összeset. Ez tök kurva. Ez a csávó, ez nagyon ismerős nekem, hallod? Jó napot kívánok! Szerintem nem kell bemutatkoznunk, hallod? Nem, miért lenne fél ez egy egész? Hát mozog, bazd meg, miért lenne fél? Igen, már. Megy a videó, nyugi!
Az. És a miénk? Hát én nem hallottam, basszus. Nem tudják, hogy miért videózok, azt hiszik valami sztár. Kérdeztem, birkák. Iszunk pártot? Ennyit ittál? Ebből te is kérjük, amit te ittál, hallott, hogy ilyen halucinációid vannak. Mikál? Nincs kérdés. Azért mondom. A kérdés az, hogy miért van rajtam ez a szar, mert videót csinálok, bazd meg. Szép a pálinka. Jó, köszönöm. Adjak pálinkás porot? Nem, ez van, nekem pont jó. Pálinkás pár, hagyjad már. Van ugye. Rendes űrmérték. De van ilyen. Húzni. Hát csináljuk már egy képet. Jó van, ezek azért. Nézd a kis basztok onnan, hallod? Isten, Isten. Megértem. Kösz. Sanyálom. Jó. Isten, Isten. Hol a pohár? Dehogy is, nincs. Én nem iszom. Itt van, nem kell pohár. Akkor mit kéne? Én jó, hagyjál már. Köszi. Isten, Isten. Isten, Isten. Ő lenne az? Megvan! Van profilja! Á, pulka! Megvan! Na várj, meg kell, hogy interjúvaljam. Jó napot kívánok! Bármi áron, Sándor Honvéd jelentkezik. Mondtam, ha nem jössz, kapcsolatunknak vége. Fehér bringa. Hát attól függ, melyiket veszed, benne leszel most már videóban. Mondjuk ez egy 8-as GoPro, de ez már mindent tud, ami kell. Ez a 8-as GoPro, ez most már nem is lehet venni, mert már csak 10-es lehet venni, de ilyen 120 körül van. De ez mindent, tehát... Ez vesz? Ez vesz! Olyan, hogy én már nem tudok. Igen, jó napot kívánok. Elnézést, ugye nem mennek. Nyilatkozzon. Nem járultam hozzá a képviselők felvétel készítésére. Kitörlöm az egészet. De most mentek? A délutános műszak! Hát én az annyi, ez kerékpár. Pár. Simán. És akkor a zálogó, látod? Zálogó? De amikor vátsz, Istenem állja maga! Györökem, van nekem másik. Hát megint szíkszalagdan körbe tekered, ez nem esik le. Le nem esik, de a büdös életben nem nyitott, az így fog állni, bazd meg. Akkor veszel egy fúrót, lefúrót. Igen, viszek magam egy talajfúrót, nem ilyen. Nem nekem kell cipelni, ez a lényeg. Így van. Hála Istennek, egész vastag anyag tartotta. Mennyi volt, 2005? Hát annyi talán nem. Áfával. Tönkre tette a selfie botot. Megyek én is. Ne basszatok már ki! Megyek, holnap 11-kor megy a vonatom, de elcsövezzek az állomásra. Csak ne legyek itt, csak ne legyek a közeledem. Halló, szép, ahogy is itt vagyok. Nem ez a baj, leadtam a vigyor hangot, bazd meg, erre oda néz, hogy kipukizott, érted, nézd meg. Tud, láttam, hogy oldalra nézett, hol van? Ja, milyen szagot is érezte? Ő érezte a szagot is. Bazd meg! Hallod? És nézd, kom... Csináltam a számom, hogy vigyorog mindig egy pukit. Figyelj! Erre mit csinál, bazd meg? Nézd, hogy kipukizott. Tehát ilyenek a képek van ezek. Úristen! És én milyen vagyok? Te is érezted, amit pukiztam, pedig csak számmal csináltam, bazd meg. Jó, legalább jó lett a kép, csak ha nem mi lennénk rajta, bazd meg. Ez te vagy? Hát ki lett? Bazd meg! Az UFO! Úristen! Jó, jó lesz. Na majd. Megcsinom a videót, és akkor, hogyha mehet, akkor majd nyilvánossá teszem, hogyha jó lesz. Jó, majd meg össze kell számolni, hányan voltam, kíváncsi vagyok. De 700-hoz képest kevesen. De most a szél. De most a pokrocot itt Ági rakta ki a pokrocot, az övé. Most elmegy a pokroca nélkül, vagy mi? Nem. Szerintem azt elviszi. Hol viszi? Már föl van pakolva. Ági, melyik a te pokrocod? Ezek után nem az jó film. De te most viszed a pokrocod? Örülök. Ez fáj.
egy kicsit sötét lett a kép, mert mellesleg majdnem megfojtott, de az nem számít. Tapogatott, nem tudok el mit mondani, hát mindjárt mondja is, hogy a izomzaton megfelelő, mindjárt mondja, lemeózott. Ilyen, ilyen, ilyen. Nem is tudtam. Én ezt nem vettem vissza. De az egy hirdetés nem láttam. Kemény vagyok, mint a kurva. Nem láttad, amikor valamit elkezdtünk beszélgetni, és akkor kiposztolta. Jaj, te! Mondta, hogy tegyek! Én nem mondtam. Ilyen a hangom. Nem, kiraktam alcímbe direkt egy képet magamról, mert írt valamit, és akkor kiposztoltam, hogy erre azt mondja, mi ez a szex hirdetés? Azért te mondtad, hogy tegyek föl magamra egy képet, mert nem meg föltenni. Ez ipari történet, ez úgy akartad érteni lapot. Nem, tudod mi a baj? Az, hogy te értetted úgy azért, ne kavard rám. Én főrök. Én semmit nem értettem, én meglepődtem, hogy mi ez a fotó. Aha, azt adtam meg a poszterbe, kiraktad, hagyjál már. A számítógépen én vagyok így kína, hát. Én a telefonomon is. De szép. Olyan kár, hogy azt hittem, hogy 9-ig itt izé megy a móka. Na, ez csak duma. Az a baj, most csalódok. Sajnálom. Mikor megyünk? No. Ja, nem, ez a sima utcaim. Nem a fanti, nem a fantikkal jöttem, csak. Sima romboló. Ez csak a sima mezei. Nehogy is ez a utcaim. Ez a sima mez. Jó van, örültem, hogy találkoztunk. Azt a lámpát meg kéne így állítani. Ja? Jó, az kocsiból néz, nem onnan. Ha lefelé mész, akkor jó. Igen, de ezt nem onnan néz, nem kocsiból néz, ülj le egy kicsit pozíció, és akkor még messzebbről. És ha innen nézed, és kocsiba teszed magad, azért mondom, hogy... Vigyázz magad! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello! Puszika, fonyódott, üdvözöljük! Oké. Okay. Átadjuk. Átadjuk. Majd megyünk. Milyen szép színe van. Ja. Én olajjal takarítom a bringákat, olajos rongyal mindig. Olajos rongyal törlöm át mindig a bringákat. Mindig át teljesen a vázat is, mindent. Letekarom a féktárcsákat. És vigyázz, tiszta olaj lesz a kezem, mert nekem tiszta olaj érzik. Tehát a féktárcsákat letakarom Szilviával, és én lefújom WD-40-el a cuccokat. Elhúzom minden, és utána szilikonnal az egészet, és áttörlöm. Király. Hogyha csak poros vagy olyasmi. Tehát úgy szoktam. Na, 10 percet várjátok, és akkor megyek, kérdek én is. Hát fél 60. Most egyedül te kérdek visszavátszol. Most nem. Csigázzatok, ne csigázzatok fel idegileg! És oda, hogy kiabálnom ki, Ándor? Hát legalább meg nem is szóltál volna, azt elsunyogsz! Hát bázis! Hát, ez kész. Na mindegy, összepakolok én is akkor. De nem mert... Ti maradtok? Mindjárt megyünk mi is. Még egy 10 percet. Na, hallod? Józsi, 10 perc. Nekünk azért. Még van programunk. Én azt hittem, hogy estig maradunk 9-ig, megmondom őszintén. Én úgy is készültem, lámpát hoztam, minden. Lámpa nálunk is van. Csak közben jött nekünk egy másik program is. Az is bring. Hát én 6-ig, fél hétig maradok, aztán megyek, mert... Még jelenésen van. Én egész délután terveztem, azt hittem 9-ig leszünk. Budán, aztán meg holnap meg 8-kor meg túrázni megyek. A... észébe. Hol megyek? Az egyik legjobb barátunkat ugyanúgy hívják, hogy Sándor János. Igen? Az a Bacenói Filip. Igen? Hol lakik? Egy gyenge utánzata vagy, mert ő a kenúbbaz meg, vagy a hajón, azt nem hosszába rakja fel az utat. Keresztbe. Férfi az ilyen. Van. Köszönöm. Ó, várj, akkor az ott van. Köszönöm. Már most kell. Őket mi? Becsukták a fúzba. Jó volt. Jó a kiállítás. Hát a mucsit amúgy is, ez hatalmas az a penge, hallod? Ez... Én a karatetörés bírom, amikor kigyullad, ég a mester, tudod? Nem akarok tőled semmi, de neked dőlhet. Dőlj nekem, Istenem, de jó. A derekamnak jó. Nekem meg a szívemnek. Most hogy jöttél föl?
Te hogy utaztál föl? Hát Fonyódról, Pest, Zemhetes. Azért mondom, mindenkiről tudsz mindent, tudod, hogy hol van, vagy tudod, hogy hol... Volt a buli nálatok, nem? Meg volt a buli? Mennyien voltatok? Dőj nekem bátran! Hát végül is a Juc volt, akkor egy új csaj, aki ide nem tudott eljönni, a Pongó Krisztán. Majdnem lejutottam én is, de egyszerűen... Én ott voltam? Nem, akkor volt a műtét. Annyi program van, hallott, hogy egyszerűen képtelen vagy. Meg szaridő lett volna. Szaridő volt? Az utolsó pillanatban lejött a... De jó pulcsit van, most nézem a szitakötőket. Nem. Akkor megjött. Főleg az a kék, mi? Hát én nő vagyok. Igen. Megjött a csőletibi, mert ő már kivette a szabadságát Svájcba, úgyhogy neki mindenképp haza kellett jönni, vagy hát nem tudta visszaváltani, pedig szabadidőt mondta. De aztán mind a három túrát meg tudta. De nem lett szabadidő, nem esett. Hát ilyen csöpörgő esőbe tekertünk szombaton. Vasárnap zuhogott, és akkor hétfőn, aki még ott tudott maradni, aztán mindenki ott tudott maradni. Jön valaki, ki? Csóhaher. Elünk van. 69. Hát, neked van mind, Amper. Erős áramúja. Erős áramúja. Ja. Nagyon örültem. Örültem. Együk, és akkor én megmondom ezt, hogy még idén is fog bubázni. Tehát én a legjobb idő most jön, én a mondó vagyok. Szerintem a 10 fokok a legjobb tekerések, a száraz 10 fokok. De tényleg, pont ezt mondtam, hogy az ősz meg a tél van. Legjobb. Persze ez a meleg, amit sütött a nap, az nem volt jó. Az olyan kurva meleg volt, hogy a buszik. Egy élmény volt. Köszönöm a VIP, vagy a tálványt. Olyan jó így élőben mindenkit látni. Jaj, és rágy a láb! És ráálltam a lábára kicsit. Az, hogy lető. Ott ezek a magzinom, vagy mi van, hallod? Mindenki, vagy soha többet nem lesz találkozó, hallod? Ez a sok hülye maj, mondják. Hát azok nem normálisak. Ja, ez a sok hülye itt, azok hagyja. Ez nekem nincs. Ja, nincs nekem energiám. Nincs energiám, igen. Tudsz az, hogy... De azért nem. Olyan, mindig azt szokta csinálni. Gyere, mert hülye, jó, akkor lesz a kártyát. Én rátok vártam. Eddig vártam rátok. Hát már mióta készen állok, ne viccelj. De meglepődtem. Én úgy készültem, hogy estig leszünk. Azért csodálkoztam, hogy így... Segítsünk valamit? Ez egy defektes a kerekem, azt most megpróbáltam. Oké. Szoktam az emberi persze. Mert nem izgat. Mi az, hogy edzés? Mit jelent? Le tudok tekerni 150 km tanalókkal. Nekem mindegy, hogy 22-es átlaggal nyomom, vagy 24-essel. Engem nem érdekel. De hát te kérdezted, hogy csak válaszoltam. Nincsen célom ezzel. Nekem a
kell egyeztetni üzenetet, hogy várj már meg basszus, mert valahol fél utam sem vagyok. Jó szállod ez a bringa, nagyon szeret, ahogy ismered, a párti vagyok. Du hast mich.